No. Ha már csak el kell vontatnunk valahogy a hajót. Vagy hát ki kellene húznunk onnan valahogy a hajót. Tudjátok még mi a probléma ezzel a játékkal? Egy kicsi kis probléma, hogy nem mindig van zene. Nekem úgy azért hiányzik a zene, azért úgy sokszor olyan csendes, olyan túl csendes ez a játék. Szerintem. Tehát, hogy így futkározunk meg minden, de hogy így jó lenne ilyen kis háttér zene, csingling, valami. De hogy így nincs. És olyan zavaró. Vagy háttérzajok, vagy nem tudom. Tehát oké, van háttérzaj, de nem mindig, meg nem tudom. És az a gond, hogy nem tudok visszaemlékezni a Szibéria 1-re, meg a 2-re, hogy voltak ott háttérzenék, vagy valami ilyesmi, mert én így valahogy nem emlékszem rá, hogy ilyen üres járatok lettek volna benne. This kid walk not worry much. You girls always careful of bad spirits. Aztán nem tudom, tehát lehet, hogy csak most tűnik fel, lehet, hogyha most újrajátszanék a Szibéria 1-jel meg a 2-vel, akkor lehet, hogy ott is ez lenne a problémám. Ki tudja. Try leave here quickly. Many bad men may soon arrive. Remélem, hogy a kinti tűzoltó Shamans say mentő not to be rendőr nem afraid of bad hallatszódik be. spirits. Ha igen, akkor bocsi. Na, Oscar! Hát, Oscar beültünk. set up. Great. Ah, Kate Walker. What do you expect me to do then? Hát, levetkőztél amúgy? It was worth finding you those clothes. It is all a question of nuance and circumstance, Kate Walker. Of course. How silly of me. There is quite a difference between finding oneself walking about without clothing and having to expose for the cause the mechanical musculature of an iron worker's torso. I await your command, Kate Walker. Mechanikus I'm going to izomzat. need you to use this vehicle to lift the crystal onto the beach. Do you think you can do it? You will remember that I was the driver on the Vorarlberg train, Kate Walker. Driving this tractor is not something I will find difficult. I will just need some help to complete this mission. What do you need? First of all, you must connect the crystal to the tractor. Okay, Oscar. And then what? I won't be able to do anything as long as this tractor has no electrical power. All right. I'm going to try to restore power to the park then. Be careful, Kate Walker. Living creatures can suffer permanent serious bodily harm in the event of inappropriate handling of electrical components. I'm so glad you're here to remind me, Oscar. Jó, oké. Tehát akkor kell áram. No. Not worrying, please. Me stay close. Too high. Nem baj. Nem baj, túl magason van. Pont ezért szedtük össze ezt a teleszkópos horgot. Ezzel le tudom szedni. Az, hát igazából ez a három fő kábel, az ami árammal Nice ellátja a catwalk. parkot. Need some help? Igen, Yes. kérem. Can you connect this cable to the crystal? Maybe that way I'll be able to restore power to the park. No problem. Okay. Thank you so much for your help, Mr. Baruth. Jó. Rá lesz kötve, igen, de most arra nem emlékszem, hogy fel kell mennem nekem a hajóra. Egyáltalán. Without electricity in the park, I can do nothing to help you. Fel kell mennem a hajóra. Szerintem be kell indítanom a motort. Van egy olyan érzésem, hogy igen, hogy be kell indítanom a motort, hogy áramot termeljen. Arra azt hiszem egy alapjáraton így nem semmi. Le kell mennem a gépházba.
Legalábbis ami ilyen rémképen van, hogy azt hiszem, hogy igen, hogy nem föl, lefelé. Lefelé megyünk, jó? Lefelé. Ide. No. Azt hiszem... Azt hiszem itt a végén lesz majd egy kar, amit be kell indítani. Pontosan. Hát akkor a park innentől kezdve ismételten üzemképes. Úgyhogy irány akkor lefelé. Ugye termeljük az áramot, termeljük akkor a dologba, a parkba. Úgyhogy most már elvileg minden áram alatt van, úgyhogy el tudjuk vontatni a hajót is. Azzal a traktorral. Amint betölt a rendszer újra. No, again. What happened? Rope connected? Okay. But next time you warn Baruth first before putting magic back. Oh, I'm so sorry, Mr. Baruth. Okay, Miss Ketwalk. No problem. Baruth tough guy, like very old mammoth. Igen, ugye nem szóltunk neki, hogy igen. Tehát nem, elvileg a sztori szerint nem vártuk meg, hogy bedugja. És hogy ez csak azért történt, mert megkértem, hogy segítsen. Hogyha elvileg egyedül csinálom, akkor elvileg ilyen nem történik meg. Na. Ó, hogy az a... No. This cable would be perfect for towing the crystal. I just need help to get it free. Okay, akkor megint segítségre van szükségem a lyukoloktól. Miss Ketwalk. I need you to take that cable next to you and attach it to the tractor over there, please. Za-za-roo. Thank you. Na, elvileg most már vontathatóvá vált a hajó. Yes, Kate Walker? Jó, először tanácsot kérek. How are things on your end, Oscar? Well, yes. All the required conditions seem to be present for me to move forward, Kate Walker. Jó, akkor gyerünk. Tehát... Yes, Kate Walker? Akkor hajrá! Go ahead, Oscar! Try to move forward! Stop!
working, Oscar. We're only driving the crystal into the sand. That is indeed annoying. The traction that this machine exerts is far too horizontal. It would be preferable to hoist the boat from a higher position. The cable would be at an angle, and your boat would move forward and be raised at the same time. Brilliant analysis of the situation, my dear Oscar. Is there something else? Not exactly, Kate Walker. But you may at some point find you need to see further along the pier. Can you put some slack in the cable, so I can move the tractor over there? Jó, hát ugye azért nem nagyon jött össze. Sajnálatos módon, mert igen, vízszintes a mozgás, és így gyakorlatilag csak belecsavarjuk, vagy hát belehúzzuk a homokba. Kvázi elásva az egészet. Na, mehetsz akkor előre. Yes, Kate Walker. Jó, mennyi. Mert igen, így, hogy vízszintesen húzzuk, így gyakorlatilag a homokot így maga előtt fogja tolni az egész mindenség, és ugyanúgy igazából víz alatt lesz az egész, és akkor utána annyira be fog szurulni, hogy annak így esélytelen. Tehát ezért lenne jó, hogyha így az órát meg tudnánk emelni. És akkor így úgymond rácsúszna a homokra. Na majd azt mindjárt megoldjuk. I won't be able to detach this cable on my own. Jó, nem egyedül, itt vannak a izék, a lyukolok. Majd ők segítenek. Miss Kate Walk. Can you take the cable attached to the tractor there and attach it to the Ferris wheel, please? Tuk. Okay, Tuk. Roar. Na, akkor hozzá van csatlakoztatva, most már csak el kell indítanom a... Nanook Metal, not good boiler maker. Nem jó kazán csináló a Nanook Metal. Hát szegény. Ez már csak ilyen. Na nézzük, miből élünk itt. Nothing. Nem. Something must be missing. Nem működik. Something's wrong. Fogaskerék. Na és most már működik. Jó, föl is van akkor tekerve. Úgyhogy... Elvileg működésre bírhatjuk. No, srácok, lányok, illetve hölgyeim és uraim, akkor ennek örömére itt ismételten tartanék egy kis szünetet, és akkor nem sokára visszatérek.
Nos, hölgyek, urak, visszatértem, itt vagyok. Kis pihenésből. Folytatjuk szépen akkor tovább a Szibéria 3-at. Miután kihúztuk a partra eme csodálatos hajónkat, eme csodálatos óriás keréknek a segítségével, és ez a háromdimenziós fa amúgy teljesen jó, hogy így folyamatosan mindig ugyanazt a felét mutatja felénk, de semmi gond nincsen vele. Fölmerülnek ilyen kérdések, hogy ott az a karika, az itt micsoda lehet, de nem baj, nem baj, nem baj, semmi. Van ez így, oké, nem így kell ebből kilépni. Oké. Na, szóval haladjunk szépen tovább. A lényeg, hogy ki lett húzva a hajó. És nem tudom, hogy erre felé el tudok-e futni. El tudok, jó. És akkor itt át tudunk menni a túloldalra. Mert a kikötőt azt most egy kicsit így... szétbarmoltuk. Tuktuk. Na jó, egy kicsit oda lehet zúzva egy minden. De hát minden, mert amúgy sem ide senki. Az a Vidám Park, az már ugye tudjuk, ugye, hogy 20 éve nem használja senki. Úgyhogy... ennyi. 20 év után el lett intézve itt minden. Meg úgyis csak ugye az a lényeg, hogy az odaút, hogy a struccok oda jussanak, ahova el kell jutniuk. Most az, hogy hogyan fognak majd visszafelé jönni, az majd más kérdés. De az nem ennek a játéknak a története. Na nézzük. Tribe, leave here quickly. Many bad men may soon arrive. Congratulations, Kate Walker. Thanks to you, the migration can get underway again. Thank you, Kirk. But without the tribe's help, I never could have... Beak Nanook Metal! Good day. Dudukanok! Duk Duk! Kaapotaktok metal beak nok nanuk? Liam musu Oscar. Beak esperitulukulet? Esperitululuk? What did you say to them? That handsome metal man is not a monster. Not dangerous. Jóképű ember. Handsome metal man? Tell me, Ayahuasca, you seem pretty impressed with dear old Oscar. Purely spiritual interest. But tribe will need much time to get used to him. Better for everybody, he'd travel in shaman's yurt. He'll be delighted. In the meantime, I'll try to get the ostriches out. You get everybody ready to leave. Na, akkor engedjük ki a struccokat, és tök jó lenne, hogyha el tudnék itt menni mindenki mellett. Ilyen nagy ívben megkerüljük akkor itt a tömeget. Jó, és akkor itt hátul elvileg kifér mindenki, és már megint megváltozott az irányítás. Igen, ez kell nekünk. Ismételten orbitálisan nagy töltőképernyők. Jó hosszú videó lesz akkor ezek szerint. Actually perfectly capable of following your caravan on foot. Shaman's yurt, very comfortable.
big, handsome metal man must rest after everything he has done for Tribe. Oh, but, madam, please, I... Their boat is right there. But where's the American and those damn savages? They can't have gone far. If they're truly crazy enough to go right into Baranor. The radiation will take care of our problem for us. Exactly. Soldiers. They found our tracks. They must think we're on the surface. Good. You're right, Gatewalker. I... Kamlek. Kamlek, Migapa. Kirk! Look over there! What's that? I'll go look. Wait for me here. No. Oh, kefrissítés, kefrissítés, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Na, azért mondom. Kicsit nehezen rakapta össze magát a rendszer. Hát igen, itt vöröslő szempárok vannak, több mint valószínű, hogy vámpírok vannak itt, úgyhogy nem jutunk tovább. Egyelőre. No, hát igen, szóval itt így egyelőre problématika. Ostriches not move toward little vampires. Igen, kicsi vámpírok, igen. Kicsi vámpírok vannak a következő útszakaszon, alagútszakaszon, úgyhogy nem. Well, we have a problem. Yes, we saw. Miss Gatewalker must free passage for caravan quick. Bármi ötlet? A bright idea would really be welcome right about now, Ayahuasca. If Miss Gatewalker finds something good to frighten bats, they surely go outside fast. Very well. I'll go see what I can do. Thank you, Gatewalker. And call on the Yukals for help if you need it. I'm sure they'll be able to give you a hand. Jó, tehát röviden, tömören kell valami, amivel el tudom intézni, vagyis hát el tudom ijeszteni a denevéreket. Na, első sorban azt onnan levesszük. Ez egy Yukol ruha. Megvan még a késünk, a sálunk, a szemüvegünk, és akkor itt van a Yukol ruha. Nobody'll miss this. Igen, senkinek nem fog hiányozni. Kunuk mak, Miss Catwalk. Oké, minden rendben van. Everything okay with you? Tuk tuk, Miss Catwalk. But everything go better when tribe back on route. Oké, segítség, tudsz. Do you have any idea how to get rid of the bats?
You thinking... Small vampires, very dumb. You find ways to scare them all. Hmm. Well, thanks for your help. Strutz? How are the ostriches? They all scared of little vampires. So while they are there, ostriches not want go forward. And they all getting very hungry. Yukuls must find pasture real quick. Well, I'll go see what I can do about the bats. See you later. Duke, you hang in there, Miss Ketwalk. Jó. Na, hát ugye itt érdemes lenne így rájönni arra, hogy mivel vámpír, meg ilyesmi, ugye a vámpírok mitől félnek ugye a naptól, napfénytől. De inkább itt most ugye a fény az, ami fontos. Tehát valami fényforrás kell oda csinálni a sötét alagútba. Excuse me. I'm sure you noticed we now have bats blocking the way. Would you know of some way I could encourage them to leave their home? No, no idea. Well, that's pretty clear. Yes. Well, later then. No. Nem tudom, hogy bárki is ad valami ötletet, de mindegy, most ide lejövünk egyelőre. Erre a szakaszra. És... Na mondjuk nem most kellett volna lejönni, várja. Egyelőre megnézem, hogy itt erre van-e valaki. Igen, itt... Aha, itt van valaki, jó, oké. Akkor jó, hogy most jöttem le, igen. Baitla, Miss Ketwalk. Look, very good wood, took. You take now. Gift, gift. Okay. I... Thank you, I guess. No, ez egy gyökér. The nice stick that the woodworker gave me. Ez így van. Na, erre majd szükségünk lesz, ez fogja majd úgymond a fényt adni. Csinálunk egy fákját majd. Lake water. Katarina was right. Igen. Vannak olyan, vannak olyan helyek, igen, ahol szennyezett, úgyhogy még az sincsen, tehát még olyan opció sincsen, hogy esetleg letérni egy másik szakaszra. Mert ez konkrétan itt például ugye szennyezett vízzel van tele. És ha már itt vagyunk, akkor még ezt összeszedem. This seaweed proliferated because of the flooding. Erre a hínára majd szükség lesz. Nem most, egy picit később, egy olyan 10-15 perc múlva. Nagyjából. No. Vagy lehet egy 20 perc múlva is. Attól függ milyen tempóval tudok haladni. És hogyha esetleg a játék így méltóztat felengedni. No, még akkor ide nézzünk fel. Na, menj már oda. Két. Afraid of little vampires. Tribe must ask pardon of great spirits. Szegénykém, fél tőlük. Hát nem gond, hát most valaki igen fél tőlük. Semmi probléma nincsen azzal. Na, tehát akkor már van egy fám, az biztos, meg van rongyom, ugyebár. Metal men seem very nice in end. Migration seem very very difficult this time. Jó, itt azért fölmászunk. Ezt mindjárt megnézzük ezt a lépcső részt is, ezt a szakaszt is. Csak előtte beszélünk azzal a Yukollal. Metal men hiding near, I think. Long live sacred lands, tribe will rest again. A fém ember bujkál. Hol bujkál a fél ember? Fém ember. Itt. Ah, Kate Walker. Segítség kéne. I need help getting rid of all those bats. They're stopping us from moving on.
Potential threats trigger animals' flight response, Gatewalker. The origin of the threat may be fire, water, noise, or in general, anything that might put their physical integrity at risk. Jó. Mi az a légzslipit? Do you know what this airlock is for? I think it must have been installed at the time of the incident that ravaged this city. It must be for decontaminating the radiation suits worn by rescuers who went outside. And it protects us from the radiation? Absolutely. Without it, your organic components would unfortunately now be completely carbonized. And I regret to say, currently putrefying, Kate Walker. I see. Thank you for such an interesting diagnosis. Igen. Metal does have advantages sometimes. Az így van, a filmnek vannak előnyei. És mit csinálsz itt amúgy? What are you doing here, Oscar? Oh, nothing. I'm just enjoying taking in the quiet all around here. I feel quite safe in a way. From ayahuasca, for example? Let's just say that I would be grateful if you could refrain from mentioning my presence to her. Mm. See you later, Oscar. Yes, Kate Walker. Na, akkor kaptunk egy tippet, hogy az állatok ugye azok félnek mindentől, ami tűz, vagy víz, vagy hang, vagy ugye bármi olyan, ami veszéllyel fenyegeti létezésüket, vagy hát ugye amit úgy érzékelnek, hogy veszély fenyegeti létezésüket. Na, és most, hogy így ezeknek az információknak úgymond a birtokában vagyunk, ide tudunk jönni ide a kovácsnak az asztalához. This is good for a little DIY. És akkor itt van. What's in there? Egy flaska, amiben elméletileg van olaj. A lighter. Meg van egy gyújtó. No. Akkor szépen sorba az egészet. Tehát itt van ugye ez a hínár, amit összeszedtünk. Seaweed that smells of the sea, as they say. Tengerillatú hínár. Akkor. Gasoline. Handy for yukel barbecues. Igen, gázolaj van benne. A yukel lighter. The Smiths, probably. Igen, ezzel meg ugye szikrát lehet gyújtani. Na. A support for a torch looks like. The Smith must use it for light or to heat up small objects. Ez így van. Na, akkor szépen sorba. Először is akkor kell nekünk a gyökér. Akkor ide kell a ruha. Mert ugye ezt fogjuk meggyújtani. Ugyebár. Akkor. És könnyebben égjen, ahhoz kell az olaj. És igazából innentől kezdve már csak egy szikra kell. Na, és akkor meg is van a tűzünk. Amitől tök érdekes, hogy a struccok nem félnek. Ugye? Nem. A struccok nem félnek a tűztől ezek szerint. Viszont a denevérek elvileg igen. Úgyhogy nem kell aggódni. Jó, mondjuk a denevér amúgy az embertől is fél, tehát általában nem szokták megtámadni az embert. Aztán ki tudja, nem vagyok denevér szakértő. Kis probléma adódott. Így odafönt. Tehát a denevérek nem tudnak kirepülni. Csak ugye le van zárva. Az a problematika. És ugye oda ki nem mehetünk, mert kint meg van ez a sugárzás, ami számunkra halálos. Tehát a lyukolokra is, meg kétre is halálos. Tehát, hogy az emberekre.
Viszont azért szerintem egy páron már összeraktátok, hogy mi lesz itt a megoldás. Vagy inkább fogalmazunk úgy, ki lesz itt a megoldás. The confined atmosphere here seems to be affecting you, Kate Walker. It's not claustrophobia, Oscar. The way for us to solve our bat problem is up there, outside. And I don't have the slightest idea how to get there. There's an enormous amount of radiation. You need someone who is, by their very nature, impervious to radiation so that they can do this task in your place. If such a being existed, that would solve our problems, wouldn't it? May I remind you that I am an upgraded XZ-2000 model automaton? Oh, you don't mean you. I am, of course, somewhat afflicted by osteoarthritic rust. But I should be able to do the task, Kate Walker. I don't doubt that you're capable of it. But it could be dangerous up there. You don't think... I'm afraid that, for you, the choice of candidates is limited, Kate Walker. If you insist. No, és akkor innentől kezdve Oscart irányítjuk. Oscar, you have to open the aeration vents before you come back. Úgyhogy addig két itt fog várni ránk. Amúgy Oscarnál igazából egyetlen egy dolog van, ez az olajozó. Keeping the wheels greased to keep things running smoothly. Jól tudom, akkor igen, semmi más nincs nála, csak ez jó. Na, de akkor a lényeg, hogy mi ki tudunk menni Oscarként, és tudjuk akkor csinálni a dolgokat odakint. Amit ugye betölt a játék. És igazából én azt mondanám, hogy itt van a játéknak az egyik zsenialitása, hogy igen, hogy Oscart irányítjuk. Én ennek nagyon-nagyon örültem, amikor először így sikerült idáig eljutnom, hogy mondom, na, hogy mondom, Oscar, igen, Oscar, mennyire jó. Egy új, egy régi, de mégis új karakter. Na nézzük. Kate Walker's pursuers. I must make every effort to hurry up. Na nézzük ezt a szobrot. Amúgy oda kell majd felmenni. Nem tudjuk megnézni? Nem. Ah, the very conduits in question. Opening them should be child's play. Na, akkor haladjunk tovább ide, erre felé. Nézzünk alaposan körbe. Sok itt a kutya. Mármint a robot kutya, az automata kutya. Szerszámok, de sehol semmi. Nézzük, hogy be tudunk-e ide jönni. How soft. My word. Jó, oké, akkor nem. Akkor a kutyákkal sajnos nem tudok itt mit kezdeni. És ami nem tudom, hogy Oscarnak miért állt be a nyaka, hogy jobbra fele néz folyamatosan. Mindegy. E van. Van egy tűzoltóautó egy létrával. Ez majd jó szolgálatot fog tenni, csak előtte szeretnék ide hátra elmenni. Ha képesek vagyunk rá itt a sok
limlom törmelék között. Egy. Lemut mutfléri lefrus, vagy nem tudom mi ez. Legalábbis de föld az volt kiírva. De hogy nézzem üres. Akkor bemegyünk ide a bankba. Összeszedek egy-két dolgot, amire szükségünk van. Hát gondolom, amikor kitört a káosz, akkor ugye próbáltak a pénzt elvinni, és itt hagytak egy drótvágót. Erre majd később lesz szükség. Mert ugye miért is ne? Tehát katasztrófa van így úgy amúgy, és valakik így azt gondolják, hogy na akkor itt van a vissza nem térő alkalom. Jó, tehát fel lehet erre mászni, de egyelőre nem mászunk fel. Megnézzük, hogy meg tudjuk-e mozdítani a tűzoltóautót. Na nézzük. No key, obviously. Nincs kulcs. Better not, as long as the motor's off. Let's try not to make mistakes that would be worthy of a Kate Walker. Oké, bocsánat. Na, nincsen kulcs, de azért megnézzük ide fönt. Nothing. That would have been vulgar. Jó van. Tehát most hova rakod a kulcsot? Ha nem oda. Ugye bár. Jó, hát ugye a kesztyűtartóba esetleg. Ugye van itt szemüveg. Tudom is én micsoda. Valami rajzocska. Rádió. Toll. Kesztyű. Kulcs. Gyújtókulcs. Na, nekünk erre van szükségünk. Na, közben drótvágó. Ez így van, a rácsnak esélye sincsen. Ez pedig... This should start the truck. Ez indítja be, igen, a járművet. Nagyon jó. Jó. A motor működik. Még így 20 év után is. Hát nem csoda, orosz. Persze, hogy működik. Na, pozícióba álltunk, az már biztos. Úgyhogy akkor irány a kocsinak a teteje, vagy hát a hátulja először. Aztán pozícióba kell raknunk a létrát. Na, haladjunk. Na. Egy mászás. Na, akkor még egy mászás. Na, nézzük akkor. Egyszer. Kétszer. Úgy. Na és akkor mehetünk felfelé. És milyen ügyesek voltunk, ugye, hogy összeszedtük a drótvágót. No opening system. The edges are completely welded together. That grating is an insult to the boiler making profession. And unfortunately, a real spanner in the works, if I may. Jó, na, és mi a jó, hogy összeszedtük a drótvágót, mert ezzel tudjuk elvágni. Sajnos Oszkárnak a keze nem, tehát Oszkár nem annyira erős, hogy ezt így ki tudná tépni a helyéről. Még ő se. Jaj, ez kicsit hangos volt, úgy tűnik.
Na, másztatunk akkor vissza lefelé, elvileg akkor mehetünk vissza. Tehát már minden adott. Csak még lesz itt egy kis problematika. Nem? Először próbálj meg lemászni. How soft? By word. Még ezek nem fognak minket elengedni, úgyhogy... Sajnos, nem sajnos. De muszáj lesz egy-két dolgot eszközölni. Ezt is leszedjük. Na, ez szép volt. Oké. Összekapcsolódott, és akkor elvileg... Már csak ez van hátra, ja. Jó. Kész? Ennyi. Ja, kész, meg vagyunk. Meg lett oldva. Teljesen jó. Úgyhogy igazából semmi dolgunk nincs már itt fönt. Csak annyi, hogy visszamenjünk. És jó lenne, hogyha... azt csinálná a program, amit én szeretnék. Töltőképernyő, mert ugye az olyan régen láttuk, az annyira hiányzik. Jó, mondjuk lehet, hogy ettől lesz amúgy autentikus, tehát hogy igen, hogy régen azért voltak töltőképernyők a régi játékoknál. Na nézzük akkor. Indeed annoying. You will need to go on without me, Kate Walker. I'll be fine. That's out of the question. Kate Walker, I must have a very substantial level of radioactivity. In this state, my presence in your vicinity would place your organism in mortal danger. I do not believe that is desirable. I said we're not going anywhere without you. I just need to find a little bit of iodine. Iodine is a rare commodity, Kate Walker. Don't be pessimistic, Oscar. Just let me get on with it, please. Very well, Kate Walker. Na és akkor vissza is kaptuk a történetet. Did you find any iodine yet? I would understand if you left me here, Kate Walker. I appreciate your effort. De nem hagyunk itt, ne aggódja. Tehát igazából ezért lett összeszedve. The iodine compartment. Ezért lett amúgy összeszedve a hínár. Nem vagyok egy nagy természettudós, de ezek szerint a hínárba van jód. Vagy legalábbis ebbe van jód. Amúgy nem értek hozzá.
Tehát se természettudós, se kémikus nem vagyok. Úgyhogy... Mondjuk azt, hogy én elhiszem, jó? Tehát... Ha arról kérdeznek, hogy Kínában van-e jód, akkor Szibéria 3 alapján van. Na jó, újra látni téged. It's good to see you again, Oscar. Oh yes, well, let me see. I am not unhappy to see you either, Kate Walker. Go back to the Yukles again, Oscar. Tell them to get ready to leave. I'll join you as soon as I can. At your command, Kate Walker. Na, akkor most, hogy ezzel megvagyunk, akkor megint jöhet a fő probléma. A denevérek. Mindjárt megoldjuk, csak megint be kell gyújtani a fákját. Miss Kitwalk, hurry with workbench. Jó, viv, ne aggódja. És tök jó lenne, hogyha rá tudnék arra kattintani, köszönöm. Empty. Ja, az üres. Fortunately, my torch still seems to have enough. Jó, akkor végül csak ez kell. És akkor haladhatunk tovább. Az útunkon. És elvileg innentől kezdve már semmi probléma nem lesz ahhoz, hogy... Tehát az út hátrajövő részében semmi probléma nem lesz. Tehát nyugodtan ki tudunk jutni majd, és eljutunk Olimpiába. For the night and continue the journey at the break of dawn. Our next step will be the last in this country. The ancient bridge across the river Balatom on the border with Yakistan. Once we're across, we'll be safe from our pursuers. Well now, that's good news. See you later, Kirk.